Megemlékezés. 170 éve született Éhen Gyula polgármester, a második város alapító. Innovatív megoldások. A szombathelyi buszközlekedésről szerveztek konferenciát. Könyvbemutató. Gábler Dénes régész összeállította az izeumi kerámia leletek katalógusát. Köszöntöm Önöket, ez a Szombathelyi Televízió híradója. 170 éve született Éhen Gyula, Szombathely egykori nagy formátumú polgármestere, akinek a nevéhez fűződik a modern város megszületése. A kerek évforduló alkalmából megemlékezést tartottak hétfőn a politikus Alkotás utcai szobránál. A himnusszal vette kezdetét az Éhen Gyula baráti kör, a Keleti Város részért egyesület, a Nyitra iskola és az Agóra által szervezett megemlékezés, majd Nemény András méltatta elődje érdemeit. Nem csak erős akaratú volt, hanem egy igazi cselekvő ember is volt, aki nagyon szerette a városát, és hogyha ezt így együtt összevesszük, az egy nagyon jó kombináció tud lenni, és azt hiszem, hogy Szombathely ezért is indult el ezen az úton. Éhen Gyula 1895-től 1902-ig volt polgármester. Oly sok fejlesztés fűződik a nevéhez, hogy második város alapítóként emlegetik. Elindította Szombathelyt a modernizáció útján. Egy poros utakkal rendelkező, infrastruktúra nélküli, igazi intézmények nélküli, valódi szociális háló nélküli várost kell elképzelünk abba az időbe, ahol az egészségügy se volt rendben, a lakhatás pedig pláne nem volt rendben, tehát hirtelen egyszerre kellett nagyon sok mindenen változtatni, nagyon sok mindent kellett tenni, de jól látta, és talán ez a lényeg, hogy ezek a problémák mind egy tőről fakadnak, pontosabban egy dolgot kell igazán megváltoztatni, a maradi gondolkodást. 1989-ben értelmiségiek alapították meg az Éhen Gyula baráti kört, mely a rendszerváltás körüli eseményekben is aktív szerepet vállalt. Gondolkodó polgárok munkájukkal maradandó értéket teremtettek, fogalmazott a kör elnöke. Ősszel megalakítottuk az Éhen Gyula kört. 150 fős érdeklődés mellett 40 taggal. Elmondhatom, hogy a város értelmiségének a színe javult volt, figyelte és érdeklődött. Hát így indult végül is ez a történet, és 1989. november 20-án álltam itt ezen a helyen. A Nyitra utcai általános iskola diákjai, Szalóki Dorina és Nagy Anna Róza verset mondtak a megemlékezésen. Ez a föld, mely drága nekünk, melyet legjobban szeretünk, ahová bármerre járunk, mindig vissza vágyunk. Ez a haza. A megemlékezésen részt vettek Éhen Gyula leszármazottai, köztük ükunokája is. Az ünnepi beszédek és szavalatok után a jelenlévők megkoszorúzták Éhen Gyula szobrát, és elhelyezték az emlékezés mécseseit. Innovatív megoldások a közösségi közlekedésben címmel tartottak hétfőn szakmai konferenciát a Jászai utcai közösségi térben. A találkozón részt vettek más nagyvárosok és különböző szakmai szervezetek képviselői, akik megismerhették a szombathelyi tömegközlekedés rendszerét, mint jó példát. Csak nem két éve, 2021. január 1-től a Blagusz üzemelteti a helyi járatokat Szombathelyen. A város 70 év után váltott szolgáltatót, a volán helyett piaci szereplővel kötöttek szerződést. Az volt a cél, hogy modern és magas színvonalú legyen a közösségi közlekedés. 21. századi igényeknek megfelelő új, alacsony padlós, légkondicionált, télen fűtött buszok szállítják az utasokat. A szolgáltatás utasbarátabb, környezetkímélőbb lett. Bevezették az időalapú jegyet, a 30 napos bérletet, a menetrend többször változott az utasok igényeinek megfelelően. Ma a Veszprém mellett Szombathelynek van a legfiatalabb és legmodernebb buszflottája. Sokkal környezetkímélőbb buszokon közlekedhetünk, utasbarátabb buszokon. Ráadásul egy olyan applikáció segíti az utasokat, amelyel könnyen megtervezhető, aki használ mobiltelefont, vagy laptopot, vagy internetet, hogy a lakóhelyéhez közel, vagy a munkahelyéhez, vagy bárhova, hova szeretne menni, hol van a legközelebbi megálló, mikor fog odaérni a busz, és most már ez az applikáció azt is tudja, hogyha neki valamilyen átszállást kell végrehajtania, akkor az pontosan hogyan és mikor válható, miközben egyébként a jegy és bérletárak nem változtak. A fórum megnyitóján elhangzott, a szolgáltató váltás óta eltelt közel két esztendő bizonyította a döntés helyességét. A szombathelyi közösségi közlekedési rendszer a szakma figyelmét is felkeltette.
Ezt a jó gyakorlatot mutatták be a Magyar Civilnet 26. találkozóján Szombathelyen. Szó esett a város és a Blagusz együttműködéséről, a jegyrendszerről és az okos megoldásokról. Szombathely általában a legboldogabb magyar város, de hogyha valami problémát kellene említeni, akkor a szombathelyek túlnyomó többsége a közlekedéssel kapcsolatos problémát hozná fel. Ezért kiemelten fontos számunkra a közlekedési rendszer fejlesztése, ezen belül is a tömegközlekedési rendszer. A konferencia délután bejárással folytatódott. Bemutatták a résztvevőknek a forgalomirányító, utastájékoztató és értékesítő rendszert egy autóbusz fedélzetén, illetve a szolgáltató Muskátli utcai telephelyén és az Éhen Gyula téren. Idén is meghirdeti a színház a népszerű vörös versjátékot iskolásoknak. Változik az Agóra jegyiroda nyitvatartása. Szerencsés kimenetelű baleset történt Tannakkagynál tegnap este, ma délelőtt pedig a Rohonci úton volt koccanás. Rövid hírekkel folytatjuk. Idén is meghirdeti a Vörös Sándor Színház a tavaly nagy sikert aratott versjátékot általános iskolás diákok számára. Ezúttal Vörös Sándor és kortárs költők verseinek feldolgozásával állhatnak színpadra a fiatalok. A műsor állhat egy vagy több versből, de lehet szerkesztett játék is. Műfaji megkötés és létszámkorlát nincs, csupán egy 5 perces időkeret. A jelentkezők segítséget kapnak a felkészüléshez a teátrum színészeitől, munkatársaitól. Regisztrálni a képernyőn látható elérhetőségeken lehet. A versjátékot 2024. április 22-én mutatják be. Új nyitvatartási rendszerint várja az érdeklődőket hétfő óta az Agóra jegyiroda. Hétfőtől péntekig délelőtt 9 és 13 óra, illetve 13.30 és 17 óra között fogadják a jegyvásárlókat. Szombaton 8-tól 13 óráig tart nyitva az iroda, vasárnaponként pedig zárva lesz. Az Agóra művelődési és sportház nyitvatartása változatlan. Hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között, szombaton 8-tól 16 óráig áll nyitva az épület, vasárnap zárva tart a ház. Személyautó ütközött kamionnal hétfőn este a 87-es főúton Tanakajt közelében. A Volkswagen Szombathely irányából tartott kám felé, amikor utolért egy mezőgazdasági szerelvényt. A sofőr nem lassított, hanem fékezés nélkül balra kormányzott, szemből azonban nyerges vontató érkezett. A lengyel rendszámú kamion vezetője észlelte a veszélyt, jobbra kitért, így elkerülte a frontális karambolt, és érintőlegesen ütközött a személykocsival. A Volkswagent vezető idős férfit könnyű sérülésekkel vitték kórházba. Teljes útlezárás mellett folyt a műszaki mentés, Tanakagynál elterelték a forgalmat. Egy veszélyes anyagot szállító bosnyák rendszámú kamion a szűk utcákon lavírozva egy jobb kanyarban árokba csúszott, daru emelte vissza az útra, a fölötte futó elektromos vezetékeket áramtalanítani kellett. Személysérüléssel járó közlekedési baleset történt a Rohonci úton, az Órásháznál ma délelőtt. Egy Volkswagent vezető, friss jogsis fiatalember akart balra kanyarodni a négysávos útra záróvonalon át a táblatiltása ellenére. A szabálytalan manővert nem tudta befejezni, mert ütközött egy balról érkező Suzukival. A szabályosan közlekedő autót vezető asszony megsérült, kórházba vitték. A helyszíni szemle alatt egy sávon haladt a forgalom, kisebb torlódás alakult ki. Az Ízeum kutatások során előkerült legszebb terrasszigillát kerámia leleteket ismerhetjük meg Gábler Dénes új kötetében, amit hétfő délután mutattak be az Ízeumban. A jó minőségű díszes edényeknek hatalmas piacuk volt a római korban, ráadásul készítőiket is ismerjük. Gábler Dénes régész egykori tanítványai és történelem iránt érdeklődők érkeztek az Ízeumba hétfő délután, ahol bemutatták a Szaváriai Ízeum terraszigillátái című könyvet. A szerzőt és a kiadványt Sosztarics Ottó intézményvezető helyettes méltatta, majd Bíró Szilvia mutatta be a projektet, amelynek keretében a katalógus megszületett. A múzeum célja, hogy megismertessék az újabb kutatásokat az érdeklődőkkel. Van nekünk egy új pályázatunk, egy új projektünk, ami 2 éve indult, és még nagyjából 2-3 évig fog tartani. Ez a Nemzeti Fejlesztési Kutatási Innovációs Hivatalnak az egyik programja, amiben mi vidékiként és múzeumként sikerült annak idején nyernünk, ez egy nagyon nagy szó volt, és gyakorlatilag ez a projekt, ez lehetővé teszi azt, hogy az Ízeumnak az ilyen jellegű szakmai anyagát
az adóságunkat a szakma felé, ha így szabad mondani, egy kicsit törlesszük, és ennek keretében fognak megjelenni további kötetek. A terraszigilláták finom anyagból készült, jó minőségű edények, gyártásuk a Krisztus előtti második században kezdődött. Általában élénk, koralpiros színűek és fényes felületűek. Voltak olyanok, amiket gazdagon díszítettek, de több vésett edényt is feltártak. Nagyon kedveltek voltak az ókorban, óriási piaca volt, még Indiába is eljutottak. A kutatás azért kedveli a szigillátákat, mert jól datálhatóak. Azt is végig lehet követni általuk, hogy egy adott időpontban milyen irányú volt a kereskedelem. Készítőiket is ismerjük, ugyanis az edényeket bélyegekkel látták el. Gábler Dénes már hosszú évtizedek óta kutatja a szigillátákat, Szentléleki Tihamér Ízeum feltárásában is részt vett. Körülbelül 5000 szigilláta került elő az Ízeum feltárásai során. Ebbe már benne van Szentléleki Tihamérnek a korábbi években végzett ásatjási anyaga is. Ebből, hát miután ez még folyamatban van a munka, nem az összeset, csak mondjuk ugye a 85%-át ismerem, és tételesen 132 tételt mutatok be, de ez minden műhely körzetnek a jellegzetességeit, fontosabb darabjait tartalmazza. A katalógus fontos adalék a római korral foglalkozó régészek számára, hogy jobban megismerjék a kor edényművességét. A pályázati program keretében további kötetek jelennek meg, amelyek az Ízeumban előkerült leleteket veszik sorra. Az előselejtezőket követően hazai pályán két mérkőzéssel kezdte meg a korosztályos regionális kosárlabda bajnokságot az ifjú Sólymok csapata. Simon Bence tanítványai a Moson-Magyaróvár ellen közel jártak a meglepetéshez, a Hévíz viszont magabiztosan nyert Szombathelyen. A nyári felkészülést követően előselejtezővel kezdte az idényt az ifjú Sólymok kosárlabda csapata, majd a regionális korosztályos bajnokság is elstartolt. A vasi együttes hazai környezetben a Moson-Magyaróvár és a Hévíz csapataival mérte össze tudását. A szombathelyiek tudatosan készültek a találkozóra, ahol nagy hangsúlyt fektettek arra is, hogy az edzéseken tanultakat tétmérkőzésen alkalmazzák. Az alapoktól kezdtük augusztusba, visszamentünk teljesen az elejére a kosárlabdának az alapjaihoz. Jelenleg ott tartunk, hogy védekezésben a saját embert mindenki fel tudja venni, támadásba, mozgásokat, üresbefutásokat meg tudjuk passzolni, illetve már belekóstoltunk az elzárásoknak is a védésébe és a támadásába is, úgyhogy ezeket szeretném viszont látni a mai meccsen. A feldobást követően jól tartotta magát a házigazda a magassági fölényben lévő és nagyobb rutinnal rendelkező Hévízzel szemben. A kemény védekezéssel és a türelmes támadójátékkal az első negyedben úgy tűnt, lehet keresni valója az ifjú Sólymoknak. Ezt követően viszont ritmust váltottak a vendégek, és agresszív letámadással, gyors ellenakciókkal növelni tudták a különbséget. Végül a Hévíz meggyőző fölénnyel 89-34-re nyerte a találkozót. A játéknap másik szombathelyi érdekeltségű mérkőzése jóval szorosabb eredményt hozott. A Moson-Magyaróvár ellen füzi vezérletével végig pariban voltak a Sólymok a győzelemért. Az utolsó perc azonban nem úgy sikerült, ahogyan azt szerették volna, így a mérkőzést 80-75-re elveszítette a Simon legénység. Önök a Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen, illetve Facebook oldalunkon is megtekinthetik. Híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!